kellett volna a vizem. Most már mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a februári összegzésem lesz. Februárban megint csak sikerült nagyon-nagyon sok könyvet elolvasnom a saját átlagomhoz képest, ami elképeszt, mármint engem, tehát hogy én ennyire sokat egy hónap alatt azért nem szoktam olvasni, viszont most nagyon van kedvem olvasni, meg nagyon sok olyan könyv is van nálam, amit szerettem volna elolvasni, úgyhogy most nagyon pörgetem ezt az egészet. Szóval bele is csapok ebbe az összegzésbe, mert hosszú lesz, mert nagyon sok könyvről lesz megint csak szó. Most a hónapban 10 könyvet olvastam el, 8 darab olyan, hogy a Fantasy Február miatt olvastam el. Van egy Fantasy Február összegző videó már a csatornán, abban csak azt mondom el, hogy melyik könyvben melyik pontokat pipáltam ki, úgyhogy most ebben a videóban fogok azért azokról részletesebben is beszélni. Az első könyv Tweety Sutherlandtől a The Brightest Night volt, ami a Wings of Fire sorozat 5. része. Mostanában nagyon sok Wings of Fire-t láthattatok, és fogtok még látni, csak ugye eddig hangos könyvben olvastam őket, és februárban megszereztem az első 10 részt box setekben fizikálisan, és hát nézzétek, milyen gyönyörű. Imádom. Úgyhogy a következő 5 részt már könyv alapon fogom olvasni, vagy könyv alapon félig hangos könyvben. Igazából az első történetszállat ez a rész lezárta, de mivel hogy ez egy sorozatnak kvázi a közepe, ezért olyan sok mindent nem tudok róla elmondani. A barangolás Amerikában, Venezuela epizódból, meg tudhatjátok nagyjából, hogy miről szól ez a sorozat, de ez az új kedvenc sorozatom, és az új mániám, és sárkányok, és imádom. És ez a rész is nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy ez lezárta az első szakaszát a sztorinak, és majd a 6. résszel fogok belelendülni a következő szakaszba, amit már várok, és márciusban valamikor el is fogom kezdeni. A következő könyv, amit elolvastam a hónapban, az T.J. Klune-tól volt a The House on the in the Cerulean Sea, mindig rosszul mondom a címét. Ez egyébként februárban be is lett jelentve, hogy le lesz fordítva magyarra, Ház az ég színkék tengernél, azt hiszem a magyar címe, de majd igyekszem a magyar verziót belinkelni a leírásba. Ezt a könyvet Zsófi ajánlására olvastam el, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon örülök, mert egy nagyon bájos, nagyon szívmelengető sztori volt. Lényegében a főszereplőnk az ilyen mágikus gyermekekkel foglalkozó árvaházakat felügyel, és elküldik őt egy szigetre, ahol nagyon különleges esetek vannak, többek között az Antikrisztus is ott van, és hát ezt kell, erről az árvaházról kell jelentést készítenie. Nagyon jó volt maga a könyv, az egyetlen problémám az volt, hogy a főszereplőnk Linus be van ragadva egy mókuskerékbe a munkája miatt, és hát ebből nem nagyon tör ki, és ami nekem aprócska problémám volt igazából a történettel az, hogy annyira egyértelmű dolgokat nem hajlandó észrevenni és tudomásul venni egyes pontokon, hogy ott néha kicsit kapartam a fejemet, meg a szememet, meg mindent, tehát hogy ott néha kicsit is ingattam a fejem, hogy jöjj már rá, ami ott van az orrod előtt, de megértem, hogy miért nem tette ezt meg, ettől függetlenül az olvasási élményem nem volt rosszabb, és a végét még meg is könnyeztem, mert meghatódtam, mert nagyon-nagyon aranyos volt, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy olvassátok ti is. És amint meg lesz magyarul, első dolgom lesz, hogy mondom a apáiknak, hogy így a kezükben nyomom, hogy ezt már pedig ti el fogjátok olvasni, ha addig élek is. De már reklámoztam nekik, hogy ezt ti el fogjátok olvasni, készítsétek magatokat. A következő könyv Huszti Gergelytől volt a Mesteralvók viadala, amit a... Nos, ez a sztori az úgy néz ki, hogy megkértem recenzióba, e-könyvben megkaptam, aztán apa azt mondta, hogy de neki ez kell fizikai példányban, mert ugye megvan az első rész is, és hát milyen gyönyörű a borítója. Úgyhogy ezt a napa megvette. Úgyhogy megvan reciben is, meg nem reciben is. És ez a Mesteralvók hajnalának a 2. része, és egyben az utolsó része is, ugyanis ez egy duológia. Nekem az első rész jobban tetszett ettől a 2. Kicsit az volt az érzésem, hogy ez így az első rész vége. Nekem egy kicsit az is volt a problémám, hogy az első részt azt a megjelenés előtt olvastam. És már nagyon nem emlékeztem nagyon sok szereplő nevére, és néhány eseményen kívül másra sem. Úgyhogy ezekre meg nagyon nem is visszautalás volt, hanem így visszakanyarodtunk beléjük, és így kicsit az elején döcögtem a könyvvel, mivel hogy így nem tudott magába szippantani, mert végig az volt bennem, hogy én már nem emlékszem, hogy ezek kik voltak és mit csináltak.
És tudom, hogy az első könyvvel az volt még a problémám, hogy Milánnak a szlengje és szóhasználata nagyon idegesített. És ezt úgy mondom, hogy Milán 17 éves, én meg akkor voltam 17 és fél, amikor ezt a könyv az első részt olvastam. Viszont ennél a második könyvnél kifejezetten örültem, mikor Milán fejezet érkezett el, mert akkor ebből a másik világbeli stílusból így végre kijöttünk, mert az most az volt nekem a túl sok és a Milán a túl kevés. De egy kerek történet lett igazából, és jó volt, csak tényleg nekem ez a második kötet így gyengébb volt, főleg az első fele az ilyen kvázi átvezetés érzetű volt a sztoriban, tehát hogy fölvezette a csata jelenetet, a nagy csatát a végén, ami viszont elfért volna az első könyvhez is, mert alapvetően ezek nem hosszú könyvek, és viszonylag nagy betűvel és szedéssel vannak. Meg ami még egy kicsit fura volt, a vége nagyon gyorsan lett lezárva. A legesleg vége, az nagyon gyorsan el lett intézve, ahhoz képest, hogy addig szét volt kicsit jobban húzva a történet. Aztán elolvastam Marissa Meyertől a Cindert, ami a Holdbéli Krónikák első része. Erről most nem fogok beszélni, erről csináltam egy olvasóvlogot, azt ide föntre be fogom linkelni, és akkor abban a véleményemet meg lehet nézni róla. Annyit állalok, hogy tetszett a könyv, és szeretném folytatni, mert a vlog az elég spoileres azért. De szólok, mikortól van spoiler úgy igazán. Elolvastam februárban a Büszkeség és balítéletet újra Jane Austentől, mert ez volt az egyik februári közös könyvünk a BookTube könyvklubbal, és erről az én csatornámon volt egy kibeszélő Edmonddal, Sacival és Camillával, úgyhogy ezt be is linkelem, és ezt meg is tudjátok nézni. Erről nem tudok túl sokat elmondani, szeretem Jane Austent, szeretem a Büszkeség és balítéletet, úgyhogy igen. Hangoskönyvben meghallgattam a nem túl hosszú Az emlékek őre című könyvet, Louis Lorry-tól, talán kell kiejteni a nevét. Az emlékek őre filmet mikor kijött, akkor talán láttam egyszer, szóval én nagyjából a sztorinak nagyon alapjaival tisztában voltam, viszont ez egy régebbi könyv is, tehát még 90-es években lett talán kiadva, most nem emlékszem pontosan. Mindegy, szóval maga a kötet régebbi. És most így adódott az alkalom, hogy akkor meghallgatom hangoskönyvben. És az a helyzet, hogy alapvetően egy tök rövid könyvről beszélünk. Én értem, hogy ez miért egy jó könyv, és látom, hogy miért egy jó könyv, és teljes mértékben megértem mindenki álláspontját, aki szereti. A helyzet az, hogy én szerintem ezt későn olvastam. Ha ezt a könyvet előbb olvasom, akkor valószínűleg sokkal jobban ledöbbenek a felvázolt szituációtól. Így viszont ez annyira nem volt ilyen hatalmas sok számomra, ez az agymosás, és eltöröltük az emlékeket, és a fájdalmat, és mindent, és mindenbe van kategorizálva, és teljesen irányítva van az emberek élete, és meg se kérdőjelezik, hogy amit csinálnak, azt miért csinálják, és ezt az egész koncepciót én értem, hogy ez miért zseniális, ahogy ez a könyv átadja, és meg van írva, és hogy az egész szituáció. Szóval lehet, hogy valahol korábban kellett volna olvasni, vagy a film nélkül elolvasni, de ezt nem nagyon tudtam megtenni, mert hogy nyilván láttam a filmet még mikor álcsú is voltam, szóval. És akkor még nem olvastam annyira könyveket. Ez most így sikerült, nem lett egy nagy kedvencem. Azt hiszem van még három része, nem tudom, hogy el fogom-e őket olvasni bármilyen formában is. Tehát nem volt egy rossz könyv, csak szerintem én későn olvastam. Vagy valamit nem tudtam benne úgy értékelni, ahogy kellett volna, nem tudom. Ezek után jöjjön egy képregény, ez Noel Stevensontól a Nimona, ezt a Cicerótól kaptam meg recenziós példányként, aminek nagyon, nagyon örülök és nagyon szépen köszönöm. Ez egy csodálatos grafikájú és stílusú képregény, egyszerűen imádom. Vicces, humoros, az alaptörténet az, hogy a főgonoszát követjük a történetnek, és a főgonosz segédjét, aki önkényesen jött segédnek. És ez egy ilyen fantasy világban játszódik. Ez egy webcomicból lett kötet, mint ahogy januárban, amit olvastam, a Heartstopper is. És emiatt olvastam is, hogy valaki írt, hogy az elején érződik ez a tagoltság, hogy ilyen kis epizódok vannak. Én azokat az epizódokat kifejezetten élveztem, mert ilyen rövidebb, vicces epizódok voltak. Annyira szorosan a fő sztorihoz volt olyan rész, ami nem kötődött, de nagyon viccesek voltak. Volt olyan is, amit keresgéltem olyan is, hogy bejelölhessem. Aztán jött a kötetnek a vége, amikor nagyon fölpörögtek az események, és nagyon
hirtelen volt sok info és sok történés, és aztán le lett zárva az egész, és vége lett, és azért a végével kapcsolatban van egy icipici hiányérzetem, ahol valószínűleg rá van bízva az olvasó fantáziájára, hogy gondolja tovább, hogy ott mi történt, meg hogyan, de hogy úgy még láttam volna belőle részeket, hogy kicsit jobban maga az író magyarázzon dolgokat, vagy ott még egy kicsit elnyújtani, hogy ne olyan hirtelen történjenek az események. De egyébként nagyon jó volt, nagyon élvezetes, és tényleg nagyon-nagyon szép. Tényleg ez a végével ez az icipici hiányérzet. Az az egyetlen, ami olyan, hogy de a többi része a könyvnek nagyon tetszett. Azután elolvastam az Alkimista lányának különleges esetét, amit még a Metropolis Media kiadótól kaptam tavaly év végén valamikor, és most a Fantasy február miatt kellett egy 500 oldalas kötet, és ez pont 504 oldal, úgyhogy pont megvolt. Ezzel a kötettel kapcsolatban van egy kis meglepetés tervben, úgyhogy annyira nem akarok beszélni róla. A 19. századi Angliában játszódik, és a különféle klasszikus horror alakokat hozza be a kötet egy nyomozásra. Jó, Sherlock nem horror, de Sherlock Holmes is benne van. Frankenstein story, a Jekyll és Hyde történet, akkor a Dr. Moreau szigete, és ilyenek, nagyon sok klasszikus alak van benne, és ekkor építkezik a történet. Nekem tetszett, és érdekelne a többi része is, ráadásul nagyon szép a borítója, és nem tudom, hogy a Metropolis Media le fogja fordítani a folytatásokat. Azt hiszem, hogy ez egy trilógia, de nagyon remélem, mert érdekelne. És akkor megvárom a magyar megjelenést. De most egyelőre csak ennyit mondok erről a könyvről. Kaptam még januárban egy szerzői recenziót, amit nagyon reméltem, hogy be tudok suvasztani februárba, és sikerült, ez pedig Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu. Ezen a könyvön nagyon meglepődtem. Az elején elég döcögősen indultam, mert nagyon sok karakternév volt benne, és nagyon sok helyszín, és nagyon sok volt az info hirtelen, és nem tudtam feldolgozni, hogy ki kicsoda, ki kivel van, mi történik, hogy történik. Aztán egy olyan 100 oldal után beindult a történet, és utána nagyon jó lett. Volt egy ilyen kis Eldorado Amerika felfedezés, mármint a Disney rajzfilm Eldorado, plusz Amerika felfedezése feelingem az olvasás során, főleg amikor elindulnak hajóval, hogy felfedezzék a nyugati világot. Érdekes volt, és jól is volt megírva, mert vitte igazából. Tényleg az első 100 oldal volt olyan, hogy azon ugye el kellett esnem, mert ott nagyon sok volt hirtelen az info, amit úgy nem értettem. De utána nagyon jó lett, úgyhogy ez nagyon hosszú videó, ez nagyon sok könyvet olvastam. Ez egyébként egy pályázatnyertes kötet, tehát a Trivium Egyesületnek itt volt két világhatárán című regény pályázatának a nyertes kötete ez. Hát ilyen középkori fantasy hajózós, új világ felfedezős szerű a történet. Tényleg alapjáraton nem gondoltam, hogy ennyire fog tetszeni ez a könyv, de tényleg nagyon jó volt, úgyhogy mikor befejeztem, így mondtam is apának, mert ő előttem olvasta, hogy ez tök jó volt. És ennek nagyon örültem. Ráadásul nagyon pozitív pont, hogy a végére ki lett hozva az erős női karakternek a jelentősége, a végére eléggé ki lett hozva, hogy tényleg jelentős lett, ami kifejezetten tetszett. Úgyhogy ez is egy jó könyv, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. És az utolsó könyv, amit február legvégére sikerült bepasszíroznom, de muszáj volt, az Jodie Taylortól Nem semmi lány, ez a Semmi lánynak a második része, és egyben az utolsó is. A Semmi lány tavalyi éves kedvencem volt, és nagyon vártam a Nem semmi lánynak a megjelenését, csak a Fantasy február miatt nem tudtam, hogy befér-e februárba, de befért. Ez is egy nagyon vicces, szórakoztató kötet volt, de nekem továbbra is a Semmi lány jobban tetszik, mint ez a második rész. Ebben kicsit volt egy olyan érzésem, hogy nagyon próbáltuk a Jennynek ezt az önmegbecsülését a romokba taszítani, tehát voltak ilyen részek, hogy az első könyvben leküzdöttük Jennynek ezt az egész önbizalom problémáját, és most ebben a második részben nagyon sokszor visszajött, és olyan dolgok miatt, hogy úgy kicsit feleslegesnek éreztem, de megértem, mert ő ugye gyerekkorában nagyon sokat volt bullizva, és nagyon sokat bántották, és nem megfelelően bántak vele,
és emiatt megértem, hogy nagyon könnyen, amit fölépített önbizalmát le lehet rombolni kis eseményekkel, de egy kicsit ilyen nem éreztem annyira helyén ezt az egészet, ettől függetlenül egy szórakoztató kötet volt ez is, szóval, hogyha valaki olvasta az első részét, mindenképpen szerintem olvassa el a másodikat is. Vannak benne nagyon jó poénok. Volt egy poén sorozat a végén, amire így apa mondta, hogy mert nyilván előbb elolvasta, mint én, mert mindent előbb elolvas, mint én, mert gyorsabban olvas. Szóval mondta, hogy a végén van egy nagyon-nagyon vicces rész, és csodálkozott, hogy ott vagyok már a végén, és még mindig nem nevetek, mert nekem az a rész így annyira olyan volt, hogy elpoénkodunk oldalakon keresztül, csak a lényeget nem mondjuk ki, és ez úgy kicsit idegesített. Lehet, hogyha újraolvasnám, akkor én is azért viccesebbnek találnám, így már, hogy megnyugtottam a lelkem, hogy tudom, mi a vége a történetnek. Szóval igen, ez is nagyon-nagyon jó volt. Nem lett egy akkora kedvencem, mint a Semmi lány, de mindenképp egy jó folytatás. Direkt 45 könyvet állítottam be idénre is Goodreads-en, és már a fele megvan, úgyhogy nem baj. Így legalább majd lehet egy olvasási válságom így év közepén, és akkor nem lesz akkor a probléma, mert már olvasok addig sok könyvet. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok el februárban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!